Szóval árnyék kormány nem ismeretlen fogalom a rendszerváltás utáni magyar politikai életben, de vélhetően a korábbi életre hívók nem gondolták ennyire komolyan, mint most a DK. Kibír-e 3,5 évet egy ilyen formáció, egyáltalán bejön-e a DK-nak az úgymond alfa hím szerep? Ami ma Magyarországon van, azt nem a háború okozza, hanem elsősorban Orbán Viktor és kormánya. Orbán Viktornak és kormányának buknia kell. Pontosan 1,5 év telt el a 2022-es áprilisi országgyűlési választások óta. Csak emlékeztetőül. Egész jól nézünk ki! A Fidesz ismét kétharmados győzelmet aratott, ezúttal 135 mandátummal, míg az Egyesült Ellenzék nagy kudarcot vallott. A DK-nak, az MSZP-nek, a Jobbiknak, az LMP-nek, a Momentumnak és a Párbeszédnek közösen mindössze 57 darab parlamenti mandátumot sikerült szereznie. A következő mindenkit érintő választások majd csak 2024-ben lesznek. Ha minden igaz, akkor egy napon szavazunk majd a jövő polgármestereiről és az Európai Unió parlamentjének képviselőiről is. Tehát még egyszer, 1,5 év múlva x-elhetünk legközelebb, az országgyűlési választáson pedig majd 3,5 év múlva. Most mégis minden olyan, mintha újra egy hatalmas választási kampányba csöppentünk volna. Árnyék kormányt alakítok, és holnap bemutatom az árnyék kormány árnyék minisztereit. Dobrev Klára pontosan egy hete vasárnap jelentette be, hogy árnyék kormányt alakít, majd rá egy napra az úgynevezett árnyék minisztereit is bemutatta. Baloldali alternatívát kínálunk Magyarországnak, és visszatérünk a demokratikus hagyományainkkal, az új magyar köztársasággal. Az árnyék miniszterelnök mögött most 15 darab árnyék miniszter áll felsorakozva, akik mind DK-s vagy DK-közeli politikusok. Tehát ez nem egy összeellenzéki árnyék kormány, hanem sokkal inkább a legnagyobb ellenzéki párt, vagyis a demokratikus koalíció saját akciója, amit az egykori szövetségesek nem éppen támogatnak. Önmagában a pártpolitikánál most súlyosabb időszak van, főleg az ellenzéki oldalon. De egyáltalán mi az az árnyék kormány? Honnan is ered ez pontosan? Vajon ennek segítségével a politikában elérhető bármi változás a közeljövőben? Igen, csapat. A következőkben ezeket a kérdéseket boncolgatjuk elemzőkkel, no meg jönnek majd az ellenzéki politikusok is, már akik vállalták az interjút. Egy belügynek tartom, ez a DK ügye, ez egy egypárti dolog. Hogyha egy alig 10%-os támogatottságú párt, egy több mint 50%-os támogatottságú Fidesz kihívója szeretne lenni, az már többször bebizonyosodott, hogy ez nem fog menni. De legelőször elevenítsük fel az elmúlt egy évet méghozzá a DK szemszögéből. A hat ellenzéki párt 2020. decemberében kötött megállapodást, miszerint 2022-ben közösen egy listán indulnak az országgyűlési választáson. Ehhez pedig az önkormányzati választásoknál már bevált előválasztás rendszerét hívták segítségül. A DK Dobrev Klárát indította. 2021. októberére lezajlott a második forduló Márki-Zay Péter győzelmével. Bár voltak néha surlódások, de a választáson mind a hat párt a győztes támogatta. Az április 3-ai vereség után a pártok ismét egymásnak ugrottak. Dobrev Klára és a DK szerint Márki-Zay Péter jobboldali politikája, míg Márki-Zay Péter szerint Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc ijesztette el az ellenzéki szavazókat. Ezután rövid csend következett, majd a DK új kommunikációba kezdett. Ez a kormány törvénytelen. A Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéki párt a választások után májusban törvénytelennek nevezte a kormányt, nyáron pedig egyre többet lehetett hallani arról, hogy készülnek valamire. Gyurcsány Ferenc mostanában minden posztját azzal zárja, hogy készülünk. Mire készül a demokratikus koalíció, vagy mire készül Gyurcsány Ferenc? Készülünk. Azt értem, de hogy mire készülnek? De készülünk. Gondoskodó kormányra van szükség. Erre készülünk. Ki akarunk dolgozni egy cselekvési tervet, hogyha egy 1,5 éven belül, 3 hónapon belül, kora ősszel itt történik valami, akkor a kormányrudat át lehet venni. Múlt vasárnap kiderült, a készülés az árnyék kormány előkészítését jelentette. Ennek azért van értem, hogy legyen változás Magyarországon. Dobrev Klára a keddi egyenes beszéden kívül sehol senkinek nem nyilatkozott. Az árnyék kormány megalakítását a rezsi és infláció okozta válsághelyzettel indokolta, amiért egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnököt vonta felelősségre. Ez az a pillanat, amikor egy ellenzéki párt nem teheti azt meg, hogy nem mutat egy világos alternatívát, hogy egyébként ezt lehet másképp csinálni, lehet jól kormányozni. Ez az alternatíva, ami adott esetben hitet tud adni az embereknek, és azt a beletörődést, ami most sokakban van, sok millió emberben, át tudja változtatni tevőleges és erős tevékenység. No, de vesézzük ki, hogy mi is az az árnyék kormány.
A fogalom egy olyan ellenzéki politikusokból álló csoportra utal, akik önszerveződve jönnek létre, és az éppen aktuális kormány alternatívái kívánnak lenni. Innen származik az angol shadow government, vagy a shadow cabinet kifejezés. Ez itt az Egyesült Királyság parlamentje Londonban. Innen ered mindez. Bár méretét tekintve az egyik legkisebb ülésterem Európában, de az biztos, hogy az egyik leghangosabb. Az árnyékkormány itt egy bevált és létező intézmény, amit mindig a legnagyobb ellenzéki párt vezetője hoz létre. Nagy hagyománya is van. Egészen a 19. századra vezethető vissza, amikor is a választás után a vesztes pártok a vereség ellenére is összejártak ülésezni, készülve a következő megmérettetésre. Az árnyék miniszterek beszédeikben kritikákat fogalmaztak meg, méghozzá úgy, hogy ő maguk leképezték a teljes kormányt, annak minden pozíciójával együtt. Ezen a felvételen az Egyesült Királyság aktuális miniszterelnöke Liz Truss vitázik Keir Starmerrel, a brit munkáspárt vezetőjével, aki az árnyék kormány vezetője is egyben. Na és ez az, ami nálunk sosem fog megvalósulni, ugyanis Dobrev Klárának nincs országgyűlési mandátuma. Ez a feladat az árnyék miniszterekre vár majd. Ez nem egy ritka jelenség. Ami miatt ez most novum, az az, hogy fényévekre vagyunk a következő választásoktól. László Róbert, a Political Capital szakértője azt mondja, bár kevesen emlékeznek rá, de 2002-ben Medgyessy Péter is árnyék kormányt alakított. Legutóbb pedig Karácsony Gergely tett így 2018-ban. Márki-Zay Péter a választások előtt maga is megnevezett olyan szakértőket vagy politikusokat, akiket a kormányába szánna, bár ő akkor nem nevezte azt árnyék kormánynak. Ezekben a kezdeményezésekben egy közös viszony biztosan van. Nálunk Magyarországon mindig a választások előtt alakultak meg ezek a politikai csoportok, és nem 3,5 évvel a következő megmérettetés előtt. Hát ez nyilvánvalóan nem a Fidesz-szel szemben határozza meg saját magát, hanem egészen más céloz, az ellenzéki iszabirkózásnak a része, és a DK törekszik a domináns, ha nem is a kizárólagos, de legalább a domináns szerepnek a betöltésére. Na ennek szolgál eszközéül most ez az árnyék kormány. Az ellenzék oldalából a legoptimistább értékelés ennek az egész fejleménynek az, hogy valaki követ dobott az állóvízbe, és kiderül az, hogy ez a többi szereplőt lebénítja, vagy hasonló módon cselekvésre ösztönzi. A 12 év Orbáni kormányzása után eljutottunk oda, hogy nincs mire várni. A DK azt az utat választotta, hogy hát úgymond folytatja az ATV politizálást. Hogy bemenni a tévéstúdiókba, és ott minél gyakrabban megjelenni, mint potenciális kormányzó képes erő, aminek nem egy arcot akarnak adni, hanem sokat. A legfőbb problémája az ellenzéknek az nem az, hogy nincs elegendő beszélőfej a tévében, hanem az, hogy nincsen elegendő választója a kisebb és közepes településeken. Az árnyék kormány abban biztosan különbözik az Orbán kormánytól, hogy itt helyet kapott a sokak által hiányolt egészségügyi miniszter, továbbá az oktatási és kulturális miniszter is. A fő pozíciók élén ismert politikusokat látunk. A névsor része többek között Vadai Ágnes, G. Németh Erzsébet, Arató Gergely, Molnár Csaba és Varjú László. Engem most nem érdekelnek a pártok. Engem az érdekel, hogy az emberek, a választók lássanak egy alternatívát. Dobrev Klára pártokat nem, de bizonyos pártpolitikusokat szeretett volna felkérni az árnyék kormányba. Ők viszont nem vállalták a felkérést. Önt megkeresték el, hogy részt vegyen az árnyék kormányban? Nem. És hogyha megkeresték volna önt, akkor vállalta volna? Nem. Amiért én azt gondolom, hogy azok, akiket viszont megkerestek, ezt szintén nem vállalták el, mert én magam azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges feladat. Az LMP-t megkeresték? Nem fogom, arról soha nem fogok beszélni, hogy két párt között milyen egyeztetések vannak. Hát azért arról szoktunk hallani. Igen, de nem tőlem, és egyáltalán nem tartom korrektnek az, hogyha két párt között van. Nem keresett ilyen-e? Én azt hiszem, hogy a magyar választók nem hülyék. El tudják dönteni, hogy ez valóban 26-ról szól, és hogy választások előtt, vagy éppen egy vesztes választás után szoktak-e általában kormányt alakítani. Ezt a választók el fogják tudni dönteni. Szerintem a mi feladatunk az, egy vesztes választás után, hogy levonjuk a 22-es választás tanulságait, és mindenféleképpen tartalmi válaszokat adjunk.
Márkizay Péter, az ellenzék korábbi közös miniszterelnök jelöltje alapvetően jó ötletnek tartja az árnyék kormány ötletét, de a mostani kivitelezéssel egyáltalán nem ért egyet. Továbbra is azt gondolom, hogy csak egy hiteles ellenzéki árnyék kormány lehet. Nyilvánvaló, hogy egy olyan árnyék kormány, amely egyetlen egy pártra épül, tehát még az ellenzék többségét is kiszorítja ebből a funkcióból, az csak tovább osztja az ellenzéki térfelet, és hát ráadásul nyilván a DK ebben a szerepben sajnos nem is hiteles. Az árnyékkormány megalakulásának hírére mozgalma közleményben reagált, melyben azt írták, hogy létrehozzák a Tiszták koalícióját. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy az árnyékkormány árnyékkormányát kívánják létrehozni, de ezt a Heti Napló kérdésére cáfolta. Ez nem árnyékkormányra vonatkozik természetesen, hanem arra, hogy mi továbbra is bárkit hajlandóak vagyunk támogatni, bármely párthoz tartozon is, aki elkötelezetten küzd a korrupció ellen és az elszámoltatásért, valódi európai értékeket képvisel, nem egyetlen párt, hanem mint az ellenzéki kerekasztal annak idején civilek és pártok együtt. Ez egy tiszta képet, ez egy DK-s árnyék kormány, egyszer majd lehet, hogy lesz egy másik, amiben az összes ellenzéki párt képvisel be lesz, de azt szerintem az nem most lesz, tehát azért még egyszer mondom, nagyon fontos 2026 nyilván, de 24 az előbb van, és én arra készülök. A jelenlegi árnyékkormányt a Momentum sem tartja jó ötletnek. A Fidesz pedig azt írt a közleményében, idézem, megmondtuk, Gyurcsány akar visszatérni. Hozzátették, hogy szerintük az egész baloldali választási kampány egy színjáték volt, hiszen akkor is Gyurcsány irányított, és most is ő akar visszatérni. 3,5 évig fenntartható ez? Ez az árnyékkormány? Hát szerintem az első kérdés, hogy 3 hónapig fenntartható-e. Ha 3,5 évig fenntartható, az részben azt jelenti, hogy akkor a kormány mégiscsak kitölti a ciklusát, részben viszont azt jelenti, hogy a DK eléri azt, hogy a legerősebb ellenzéki pártként legyen számon tartva, és tényleg mindenki hozzáigazodjon. Én azt gondolom, hogyha ezt mondjuk 5 hónapig tervezték április óta, akkor feltehetően nem egy-két hetes projektnek szánják, és szerintem minden ilyen típusú politikai projektnél kalkulálni kell azzal, hogy nem biztos, hogy az első héten hozza a legnagyobb sikert, tehát hogy ez igényel bizonyos politikai állóképességet. A legnagyobb kérdés talán most az, hogy az ellenzéki erőviszonyok milyen hatást gyakorolnak az előválasztás jövőjére, vagyis hogy megmarad-e az eddig csodaként emlegetett civilek által létrehozott rendszer vagy sem. Hát ennek hamarosan pontot kell tenni a végére. Mögöttem a Karmelita Kolostor, itt ülésezik az Orbán kormány. Hogy mire képes egy a választások után létrejött kormány, azt pontosan tudjuk, no, de hogy 2022-ben milyen jövőképe van egy árnyék kormánynak, azt csak találgatni lehet. Szavazzon ön is. Ön szerint jó ötlet volt az árnyék kormány megalakítása? A Heti Naplóban Perec Péter riportját látták.